Indul a pályázat. Október 1-én megnyílik a Nemzeti Együttműködési Alap 7,7 milliárd forintos forrása. Barna mezős területek rehabilitációja. Közel 2 milliárd forintból fejlődik tovább Nyíregyháza kertvárosa. Több forrás a civileknek. A Nemzeti Együttműködési Alap 1,8 milliárd forinttal több forrás biztosít a civilek számára jövőre. Milliárd forintra pályázhatnak október 1-től a civil szervezetek. A Kölcsey Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! A Nemzeti Együttműködési Alap forrása annak köszönhetően emelkedett ilyen magas összegre, hogy nem mindenki rendelkezett a saját adója 1%-áról, így azok az összegek kerültek az alapba. Ebben az évben 27 ezer civil szervezet számára 8,3 milliárd forintnyi 1%-ról rendelkeztek az állampolgárok. Újabb fórumot szerveztek a civil szervezetek képviselői számára a megyében. Legutóbb Nyírbogátra várták az érdeklődőket szerda délelőtt. A településen közel 10 civil szervezet működik, ők mind aktívak, hangzott el a polgármester köszöntőjében. A közösségi tereket a civil szervezeteink önállóan szervezik, gondolok itt a Nyugdíjas Egyesületre, a Tornaklubra, a Polgárőrségre. Én azt gondolom, hogy Nyírbogát elmondhatja magáról, hogy az élet minden területén szerveződött a civil szféra, és ez mindenképpen erősíti a település közösségét, és formálja a közösséget. Én ennek nagyon örülök, és annak külön örülök, hogy Nyírbogáton a civil szféra kihasználja a pályázati lehetőségeket, minden fórumon részt veszünk. A jövő évi források a tavalyi 5,9 milliárd forintról idén 7,7 milliárd forintra emelkedtek. A Nemzeti Együttműködési Alap forrásainak növekedését az okozta, hogy nem mindenki rendelkezett a saját adója 1%-áról, így azok az összegek kerültek az alapba, közölte a civil és társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár. Ebben az évben egyébként 27 ezer civil szervezet számára 8,3 milliárd forintnyi 1%-ról rendelkeztek az állampolgárok. A több forrásnak köszönhetően több lehetősége is lesz a civil szervezeteknek október 1-től. Ma Magyarországon 60 ezer civil szervezet van nagyjából, 60-61 ezer, nagyjából olyan 20 ezer környékére tehető azoknak a száma, akik aktívan mondjuk a mi pályázati rendszerükben részt vesznek. A mi pályázati rendszerünk egyébként annyiban különleges Magyarországon, hogy csak ebbe, tehát az egyetlen olyan alap, amit a kormány létrehozott, ahol csak civilek pályázhatnak, tehát semmi más közintézmény, semmi ilyesmi. És hát eléggé aktívak, én azt tudom mondani, és még az egy érdekes adat, hogy ma Magyarországon, ez mondjuk egy 17-es adat, de ma Magyarországon nagyjából 280 milliárd forint osztódik szét a civil szférába. Tehát a mi alapunkon túlmenően is rengeteg forrása van lehetőség, ha az ember belegondol, a Nemzeti Kulturális Alap és egyéb más alapok, ahová egyébként közintézmények is pályázhatnak, de civilek is. Az aktivitás tekintetében Szabolcs-Szatmár-Bereg megye a top 3-ban szerepelt az elmúlt években. A források lehívásában jól teljesít a térség, tette hozzá a helyettes államtitkár Nyírbogáton. Október 13-án ismét megméretteti magát a tavaly augusztusban alapított Mi Hazánk mozgalom, mondta szerdai sajtótájékoztatóján Fülöp Erik. A párt országgyűlési képviselőcsoportjának vezető helyettese kiemelte, országosan közel 40 polgármester jelöltet indítanak a választáson, és céljuk, hogy a megyei önkormányzatba is bekerüljenek. Hozzátette, Nyíregyházán 8 körzetben indítanak egyéni jelöltet, hiszen nem értenek egyet sem a jelenlegi párt, sem az ellenzéki összefogás értékrendjével. Vannak olyan programelemek, programpontok a Fidesz kormányzatnak a palettájából, amellyel maximálisan egyetértünk. Többek között, hogy egyet, az egyik legfontosabbat kiemelhessem, az a migráció teljes mértékű elutasítása, de én azt gondolom, hogy akár a kis emberek, az átlag embereknek a megélhetésének a javítását, akár a bélemelés kategóriájában még nagyon sok kívánivalót hagy maga után a jelenlegi kormányzat.
Közel 2 milliárd forintból fejlődik tovább Nyíregyháza kertvárosa. A projekt lehetővé teszi a barna mezős területek rehabilitációját a tiszavasvári úti laktanyáknál. A beruházás célja a népesség megtartó erő növelése és a vállalkozói tevékenység ösztönzése a területen. Szalagátvágással adták át az új játszóteret a kertvárosban, a Voltvai Ádám laktanya rehabilitációjának részeként. A Tiszavasvári út déli részén elhelyezkedő, 25 éve folyamatosan romló, 160 ezer négyzetméternyi terület Európai Uniós pályázatból, valamint terület és településfejlesztési operatív programból újul meg jelentősen. A modern játszótér mellett többek között egy kresszparkot is kialakítottak, ahol már fiatalon gyakorolhatják a közlekedés alapvető szabályait a gyerekek. Ahogy idejövünk, látjuk, hogy díszburkolat, sétány, út, parkoló, zöld felület karbantartás, ugye 1000 négyzetméteren öntözünk, tehát kialakítottuk az öntözőrendszert, 340 körüli fát ültettünk, 13 ezer körüli cserjét, és hát emellett, ha megyünk tovább, ott a technológiai transfer, a régi parancsnoki épület, itt mögöttünk még egy nagyon fontos objektum, a záportározó, ami talán nem annyira látványos, a csapadékvíz, szennyvíz közvilágítás, mint fontos közüzemi infrastruktúrás kiépítése került, és olyan szempontból, hogy ez egy fejlesztési terület is, ugye összesen 16,3 hektáros területen végeztünk munkát, és számtalan új lehetőséget nyitottunk meg. Régi vágya a kertvárosiaknak például, hogy egy nagy bevásárlóközpont álljon a rendelkezésükre. Az ehhez szükséges tárgyalások már folyamatban vannak, az üzletnek ez a terület fog majd helyet adni, tette hozzá a polgármester. A közel 2 milliárd forintos beruházás célja a vállalkozásbarát, népességmegtartó településfejlesztés, a vállalkozói tevékenység ösztönzése és a népesség megtartása ezen a város részen is. A Nemzeti Együttműködési Alap tervei szerint a jövő évtől több mint egynegyedével nagyobb forráskeret jut a civil szervezetek számára, amely így mintegy 1,8 milliárd forinttal növekszik. Ez az összeg elősegítheti új szervezetek létrehozását, valamint a már meglévő egyesületek lehetőségeinek bővülését is. Egyre kevésbé kell Máté Szalka önkormányzatának részt vennie a programszervezésben, hiszen megteszik ezt a civil szervezetek. Erről is beszélt Hanusi Péter polgármester a Város Kulturális Központjában egy keddi fórumon. Mint mondta, az uniós pályázatokból létrehozott közösségi tereket a civilek minden eddiginél nagyobb mértékben használják ki. A korábbi évekhez képest mi most már nagyságrendekkel több civil pályázatot támogatunk. Duplájára emeltük azokat az összegeket, amelyek korábban erre voltak fordíthatóak a civil pályázati, önkormányzati pályázati rendszerben, illetve a polgármesteri alapból támogatható pályázatok számát is megnöveltük. Így például az önkormányzat által egy 2 millió forintos pályázati keretre idén már 26 pályázat érkezett be. Ez azt jelenti, hogy Máté Szalkán ennyi civil szervezet akar élni, dolgozni, programokat csinálni. Na most azért egy 17.600-as városban ez nem olyan rossz, sőt nagyon-nagyon jó. Kecskés Péter, a miniszterelnökség főosztályvezetője előadásában kiemelte, 2020-tól a Nemzeti Együttműködési Alap keretösszege civil szervezetek számára mintegy 1,8 milliárd forinttal növekszik, amely így elősegíti új szervezetek létrehozását, valamint a már meglévő egyesületek lehetőségeinek bővülését is. Nagyon fontos, hogy azokat a megkezdett programokat tovább visszük, mint például az egyszerűsített támogatás, ahol nincsen kollégiumi bírálat, tehát egyfajta automatizmus alapján jutnak hozzá a forráshoz a civil szervezetek. Elsőben a kisebb és közepes civil szervezetekre gondoltunk, illetőleg azáltal, hogy a forrást bővíteni tudjuk, tehát több pénz áll rendelkezésre az egyes kollégiumoknál, valószínűsítem, hogy jelentősen több nyertes szervezet lesz, és hát természetesen a beadott pályázatokat kell olyan módon megírni, hogy azok minőséget, értéket közvetítsenek. A választókerület országgyűlési képviselője elmondta, a társadalom legfőbb összetartó ereje a civil szervezetekben van. Kovács Sándor megjegyezte, a Máté Szalkai egyesületek munkája valóban emeli a város presztízsét.
Egy falu, egy város, egy utca nem létezhet tenni akaró emberek nélkül, és akik már vették a bátorságot, hogy végigálltak a civilesedésnek az útján, tehát bíróságig mentek bejegyzés, bankot, bankszámlát nyitottak, azt gondolom, hogy ők már akarnak tenni valamit, és a magyar kormány pedig támogatni akarja őket ezeknek a céloknak az eléréséhez, lehet ez környezetvédelem, lehet egy nyugdíjas egyesület, egy sportegyesület, valamit tenni akarnak, és azt gondolom, hogy csak támogatni lehet őket. A fórumon kitértek arra is, hogy az új civil szervezetek regisztrálásakor még mindig gyakoriak a formai hiányosságok, így érdemes a szabályzattal részletesen megismerkedni a bejegyzés előtt. 17 millió forintból újult meg a nyíregyházi Móri Zsigmond általános iskola. Ebből az összegből többek között az iskola aulája kapott új burkolatot. Az elnyert forrás része volt annak a több mint 300 millió forintos csomagnak, amelyet a nyíregyházi tankerületi központ fordított fejlesztésekre az elmúlt tanévben. Matek órán számolják a teher- és rendőrautókat az elsős kisdiákok a Móricz Zsigmond általános iskolában. A tanteremben ma már egy megszépült, új burkolattal rendelkező folyosón mehettek be. Többek között ez is része volt annak a 17 millió forintos beruházásnak, amelyre a forrást a nyíregyházi tankerületi központ biztosította. 2019-ben 315 millió forintot tudtunk a nyíregyházi iskolák fejlesztésére fordítani, és ennek egyik része volt a Móricz Zsigmond általános iskola megújítása is. A Móricz egy nagy iskola itt a déli városrészben, 434 tanuló jár ebben a tanévben ide. Mi nagyon örülünk, ha komfortosabb, esztétikusabb körülmények között tudják a mindennapjaikat itt eltölteni a diákjaink. Az 1983-ban átadott épület földszinti aulája mellett a tornaterem mögötti járda jelentős része kapott térburkolatot, és a lambéria hiányosságait is pótolták. Így a közösségi tér most már igazán méltó az iskolában zajló színvonalas oktató és nevelő munkához. A szakemberek megjavították a tornaszoba külső falát, megszüntették az omlás veszélyt. Emellett tisztasági festést, villanyszerelési munkálatokat és nyílászáró javítást is végeztek. A felújításnak pedig a tervek szerint lesz folytatása. Az épületen belül egy olyan tanulóbarát környezetet szeretnénk teremteni, illetve hát folyamatosan felújítani a meglévő tantermeinket, amiben komfortosan, biztonságban jól érzik magukat a gyerekek, ahol szép teljesítményeket tudnak elérni, mert arra inspirálja az épület az iskola. Az iskolának erre 5 éves terve van, így szakaszosan tudják a helységeket felújítani. A munkálatokra a forrást továbbra is a nyíregyházi tankerületi központ biztosítja. Több mint 550 millió forintból újulhat meg a Bárci Gusztáv általános iskola Nyíregyházán. A beruházás tervei már készen vannak, a munkálatokat jövő tavasszal kezdik meg, és 2021-re be is fejezik. Ez egy komplex felújítás lesz, 557 millió forintos EU forrásból. Egy energetikai teljes felújítás, ami magában foglalja 5 új kazán beépítését, teljes radiátor csere, homlokzati szigetelés, nyilászárók cseréje, padlásföldém szigetelés, ami nagyon fontos ebben az esetben, ott ment ki a hő, valamint egy 39 kW-os elég erős napellenrendszer is felszerelésre kerül. Aki ismeri a Bálcét, tudja, hogy erre az épülete már régóta ráfért, aki pedig tudja, hogy milyen gyerekeket, hogyan, milyen színvonalon tanítanak, segítenek ott, az pedig tudja, hogy ennek aztán az összegnél is nagyobb a jelentősége. A legjobb 4 közé kerülést tűzte ki minimális célként az alapszakaszban a Hübner Nyíregyháza Blue Sharks. Siska János együttese pénteken az újonc Baja otthonában kezdi a bajnokságot az NB1B piros csoportjában. A kékcápák csapatában pályára lép az újonnan igazolt amerikai Brighton Hobbs is. Több mint 60 edzést és jó néhány felkészülési mérkőzést követően pénteken már éles meccsen lép pályára Hübner Nyíregyháza Blue Sharks. A szezont felvezető szerdai sajtótájékoztatón Siska János vezetőedző elmondta, a tervezett munkát mind a konditeremben, mind a pályán elvégezték, az edzőmeccseken is jól szerepeltek, így bizakodva várják a rajtot. 6 hetes felkészülése készültünk, de ez kitolódott azért, mert 15-én kezdődött volna a bajnokság, de a Bajával megbeszéltük, hogy 27-én kezdjünk. Ezért egy másfél héttel tovább tartott a felkészülés, ami nem baj, mert így a csapat össze tudott élni, illetve a
külföldi játékosunk a múlt hét közepén érkezett, és azért vele is tudtunk azért edzéseken gyakorolni, illetve kedden játszottunk egy edzőmeccset Jászberényben, ahol nagyon jó benyomást keltett a játékos. Az amerikai Brighton Hobbs mellett Dancsás András, Szobi Dániel és Brúgos Olivér számít újkosarasnak a kékcápáknál. Olyan játékosok, akiket már régóta ismerhettek a Nyíregyházán játszó játékosok is, hiszen az utánpótlás válogatottban, vagy a bajnokság eddigi szakaszában, előző években is találkozhattak sokat, például a Szobi Danival, aki úgy gondolom, hogy nagyon szépen illeszkedik a csapat szerkezetébe, egy idősebb játékos, de szerintem a többiekkel is megfelelőképpen kialakult az a kapcsolat, ami szükséges ahhoz, hogy a csapatunk el tudjon kezdeni a bajnokságban mérkőzéseket játszani. Az amerikai légiósunkhoz természetesen nem lehet ilyen kapcsolat, de mégiscsak van valami kis nyíregyházi kötődés, hiszen az előző éves Mike Harmonnak ő szobatársa volt valamikor az egyetemen, úgyhogy valamilyen módon mégiscsak kötődött az előző éves csapatunkhoz ő is. A nyíregyháziak pénteken a piros csoportban újonc, de veretes múlttal rendelkező Baja otthonában lépnek pályára. A Baja most került fel, nagyon lelkes csapat. Én úgy gondolom, ebben a piros csoportban idegenben nagyon nehéz lesz nyerni, így Baján is. Én úgy gondolom, hogy teltházas mérkőzés fogunk játszani. Mindenképpen maximálisan készülünk a Bajára. Szerencsére sikerült megszereznünk egy edzőmérkőzéseket, amiről fel tudunk készülni. De én mindenképpen győzelmet várok a csapattól, hiszen ha olyan reményeink vannak, hogy négy közé akarunk kerülni, akkor ezeket a mérkőzéseket meg kell nyernünk. A kékcápákat hazai környezetben először a HEP kupában láthatják a szurkolók, október 2-án szerdán a Debrecen U23-as csapata látogat a Continental Arénába. 10 gólt hozott az a rendhagyó futballmeccs, amelyen a magyar öregfiúk válogatott a Kárpát-medencei görög-katolikus pap kispap válogatottal és a magyar jogász egylet paragrafus kupa válogatottjával mérte összetudását. Az Áhonyban rendezett mérkőzésen az öregfiúk 2-1-re győztek a papok és 5-0-ra a jogászok ellen, majd 1-1-es döntetlennel zárult a két vesztes találkozója. Rendhagyó módon nem két, hanem 3 csapat sorakozott fel a bemutatáshoz a Záhonyi futballpályán. A Magyar Jogász Egylet paragrafus kupa válogatottja 2011 óta minden évben játszik egy nagypályás meccset a görög-katolikus pap kispap válogatottal, ezúttal viszont nem csak egymás ellen, hanem a magyar öregfiúk válogatott ellen is pályára léptek. A válogatottban többek között Mészői Gézát, Telek András, Dombi Tibort és Sándor Tamás is láthatták a záhonyi nézők. A kispapi válogatott már szerepelt egyszer Záhonyban, de a magyar öreg fiúk azok még nem, ez nagy megtiszteltetés a városnak, hogy egy ekkora kis településre is eljutottak, és közel 300 ember szurkolhat nekik. Most kezdődött újra a labdarúgás újraszervezése, Megye 3-ban kezdtünk, 2 év kimaradt a város életében, és most a Megye 3-ból próbálunk tovább jutni. Úgy látszik, hogy egész jól működik a dolog, mert a lista elején állunk. Az öreg fiúk kapuját az első mérkőzésen a korábbi szövetségi kapitány, jelenleg a tarpai csapatnál szaktanácsadóként tevékenykedő Csank János védte. Most számom védek, mert a többi kapusedző az NBA-ben aztán nem nagyon tudnak jönni. Ha tudnak, akkor nem védek. De most számom többször is előfordul beket állni. Bár nagy pályán nem szívesen védek már azért, mert most már kicsit nagy a kapu, de kis pályán úgy egyszerűbb a helyzet. Az öreg fiúk mindkét meccsüket megnyerték, a papok csapat ellen 2-1-re, a jogászok ellen pedig 5-0-ra győzött a volt válogatott futballistákból álló csapat. Ahogy számoltuk, több mint 300 válogatottság volt fenn a pályán. Ez egy óriási életre szóló élmény volt, de nekünk most jön az igazi presztízsmérkőzés, a 9. éve tartó presztízcsata a görög-katolikus papi válogatott ellen, ott majd igyekszünk javítani. A jogászok és papok mérkőzése végül 1-1-es döntetlennel zárult. Most pedig híradónk végén nézzük legfontosabb híreinket még egyszer röviden. Október 1-én megnyílik a Nemzeti Együttműködési Alap 7,7 milliárd forintos forrása, erre civil szervezetek pályázhatnak. A forrás annak köszönhetően emelkedett ilyen magas összegre, hogy nem mindenki rendelkezett a saját adója 1%-áról, így azok az összegek kerültek az alapba. Ebben az évben 27 000 civil szervezet számára 8,3 milliárd forintnyi 1%-ról rendelkeztek az állampolgárok. Közel 2 milliárd forintból fejlődik tovább Nyíregyháza kertvárosa. A Tiszavasvári út déli részén elhelyezkedő, 25 éve folyamatosan romló, 163 ezer négyzetméternyi terület Európai Uniós pályázatból, valamint terület- és településfejlesztési operatív programból újul meg jelentősen. A modern játszótér mellett többek között egy kresszparkot is kialakítottak, ahol már fiatalon gyakorolhatják a közlekedés alapvető szabályait a gyerekek.
A Nemzeti Együttműködési Alap tervei szerint a jövő évtől több mint egy negyedével nagyobb forráskeret jut a civil szervezetek számára, amely így mintegy 1,8 milliárd forinttal növekszik. Ez az összeg elősegítheti új szervezetek létrehozását, valamint a már meglévő egyesületek lehetőségeinek bővülését is. Önök a Kölcsey Televízió híradóját látták szeptember 25-én szerdán. Friss hírekkel legközelebb holnap este várjuk majd önöket, tudósításainkat pedig addig is internetes oldalunkon visszanézhetik. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Szerdán erősen felhős vagy borult lesz az ég, eső, zápor szórványosan előfordulhat. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 14 fok körül alakul. Csütörtök estig eleinte többnyire erősen felhős lesz az ég, majd felszakadozik, csökken a felhőzet. Eső, zápor egyre kevesebb helyen valószínű, az északnyugati szél helyenként megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 16 és 18 fok között várható. A következő napokban erősödik a nappali felmelegedés, de változékony időre van kilátás. Eleinte hosszabb, rövidebb időszakokra, vasárnap már több órára kisüt a nap. Csak néhol valószínű csapadék. Hétfőn egy hidegfront felhőzetéből többfelé eleredhet a záporeső, helyenként zivatar is előfordulhat. Kedden átmenetileg ismét szárazabb levegő érkezik.